Azaz, a listában szereplő tar nevű parancs eredendően arra szolgált, hogy sok fájt egy kupacba rakjon. És nem is tudott tömöríteni, a tömörítésre külön eszközöket használta. Régebben volt pak, kompressz, kompakt, ma lényegesen elterjedtebbek azok a tömörítők, amiknek egyébként megfelelője egyéb elterjedtebb oprendszerekben is léteznek. Tehát létezik CEP, létezik ARI, RAR, LH és így tovább. Sőt, ma már ez a egyébként nem tömörítek, csak egybe csomagolok funkciót ellátó TAR is képes arra, hogy ő egyetlen lépéssel egyszerre egy kupacba rakja, és mellékesen le is tömöríti az adatokat. Na most, általában elmondható, hogy ezek a mindenféle tömörítvények tulajdonképpen most már viszonylag hordozhatók a különböző operációs rendszerek között. Ennek ellenére, ha mindenáron szükséged van arra, hogy ilyen hordozható formátumot használj, akkor általában azt mondják, hogy a CIP talán a leghordozhatóbb. A RAR az sokkal jobban tömörít, csak ne menjünk vele, de annak érdekes a licenszelése. Úgyhogy szerintem kevés olyan ember van, aki utána nézett volna, hogy egyébként használom, de használhatnám-e? Kérdéses. ARI egy fokkal jobb, abból legalább például a kicsomagolót azt legálisan lehet használni mindenütt, még a becsomagolója az megint csak ilyen kicsit nem teljesen biztosan jó nekünk, hiszen rendelkező. Ennek ellenére elterjedtek, kicsomagolni mindenképpen lehet őket, Linux alatt is, technikailag egyébként becsomagolni is, csak itt föl szoktak merülni, mondom, ilyen licensz probléma. Na szóval, eddig, ugye összesen annyit mondtam, hogy van az, hogy file meg könyvtár. Aztán ezt finomítottam azzal, hogy igazából van egy olyan fogalom, hogy file, aminek csak kategóriái vannak. Van egy olyan kategória, hogy közönséges file, van egy olyan kategória, hogy könyvtár. Aztán ugye a linkek kapcsán megjelent egy harmadik file típus, neve szimbolikus link. Általában nagyon nehéz lenyelni azt, hogy a szimbolikus link az egy önálló file típus, aminek segítségével egy fájlhoz létrehozhatok egy nevet, egy plusz nevet, akár két különböző fájlrendszer között is. Azaz egy egyik név és az adatmaga az egyik fájlrendszerben van, a másik név viszont egy másikban. A hardlink ezzel szemben nem egy önálló fájl típus. Hardlinket hagyományosan csak közönséges fájlhoz szoktak csinálni, legtöbb rendszergazda nem is tud máshoz csinálni. Egy-két elvetemült őrült, igen, azokat utána általában ki szokták átkozni, ha valaki ilyet csinál. Tehát, ha nem muszáj, utána nézhetsz, de ne akarjál hardlinket csinálni mondjuk egy könyvtárhoz, egy simlinkhez, mert nem fognak szeretni. Na most, ezek olyan file típusok, amelyekről mindenképpen akár felhasználói, akár rendszergazdai szinten dolgozol Unix-al, Linux-al, tudnod kell. Van olyan, hogy közönséges fájl, nevezzük úgy, hogy fájl. Van olyan, hogy könyvtár, ne nevezzük úgy, hogy mappa, de ez az. És van a harmadik, a szimbolikus link, ugye az, hogy új nevet rendelsz egy fájlhoz. Rendszergazdaként mindenképpen nagyon erőteljesen javaslom, hogy tudjál arra, hogy van még néhány fájltípus. Konkrétan a perifériák elérése a Linuxos világban fájlokon keresztül történik. Ha valaki még visszaemlékszik ezer évvel ezelőtt arról, hogy LPT1, CON, COM2, PRN, vagy az egybetűs 0, ezek a speciális, a DOS-ban még kicsit sűrűbben használt fájlnevek. Ezek valamilyen perifériát reprezentáltak, meg tudom, soros porton, párhuzamos porton keresztül elérhető eszközöket. Tekintettel arra, hogy a DOS mint olyan, ugye valamikor a 80-as évvel jelent meg, a Windows, az ugye millióval később, a Linux elődjének számító Unix ezzel szemben 70-ben. Eléggé logikus következtetés, hogy az, hogy bizonyos perifériát én speciális file néven keresztül érek el,
az mondjuk mégse a Windowsból szivárgott a Linuxba. Valószínűsíthetőbb az ellenkező irány, azaz Unix, DOS, DOS-ból Windows irányába, Unix-ból Linux irányába. Egy nagyon lényeges különbség. A Unix-os, Linux-os világban kétféle eszközfáj van, úgy hívják, hogy karakteres eszközfáj, illetve blokkos eszközfáj. A karakteres időnként hívják úgy, hogy RAW, nyers, R-A-W. Lényeg, a perifériákat speciális nevű és speciális jellegzetességű fájlokon keresztül érjük el. Tehát, hogyha a géphez van kötve három diszk, akkor ennek a három disznek lesz valamilyen eszközfájja. Ráadásul nem is csak egy, nagy eséllyel több. Ha a gépben van soros port, akkor a soros port, illetve az azon keresztül elérhető perifériák eszközfájként jelennek meg. Ha a gépben van hangkártya, akkor az valami eszközfáj. Ezt így kell érteni. Rendszergazdaként ritkán ugyan, de ennél azért többet kell róla tudni. Felhasználóként körülbelül annyit, amennyit itt az előző szlájdok egyikén a vállalatban hambá szerepeltettem, ugyanis hagyomány, és előteljesen nem javasolt felrugni, hogy a hardware elérést biztosító eszközfájlok a per dev, mint device vagy devices könyvtárban található, és ebből a dev könyvtár struktúrában található készletből egy felhasználó az esetek többségében maximum két, technikailag három eszközfájlt fog használni, valószínűleg a legfontosabb az a perdef per null, mint említettem, itt viszont két drámellel. Ez ugyanis egy meglehetősen sajátos fájl, ebből bárkinek van joga olvasni, és az első olvasás műveleti azt mondja a rendszer, köszönjük, hogy velünk dolgozott, vége van az adatoknak. Magyarul szabad ugyan olvasni, csak nem kapsz adatot. Az írás az majdnem ugyanilyen jó, bárki bármikor küldhet erre a perifériára adatot, és eltűnik a fekete lyuk van. Na most, mivel ez egyszer megtörtént, ezt nem úgy kell érteni, hogy ha azt mondod, hogy copy filename per def per null, akkor sikerült garantáltan törölni a fájlt, mert ugye ebben az esetben te csak a másolatát pakoltad bele a def per nullba. Na most, aki ezt megtette, ez ugye az első sikertelen kísérlet után rájött, és azt mondta, hogy move filename per def per null, ez egy fokkal lehet még rosszabb megoldás volt. Úgyhogy nem, ha egy alkalmazás ír oda valamit, akkor amit erre a def per nullra küld, az tűnik el. Nyilván, amikor ugye, ilyet akarok használni erre a funkcióra, majd egy kicsit később vissza fogok térni. De valószínűleg az egyetlen, amit felhasználóként ténylegesen használni is fogsz. Rendszergazdaként persze a többivel is találkozol. Más kérdés, hogy általában a rendszergazda számára pontosan ennyi érdekes belőle, hogy valahol a dev könyvtár struktúrában vannak eléggé furcsa nevű, eléggé furcsa jellegzetességekkel rendelkező, a franc se tudja, hogy mire jó nevű fájl. És ezen keresztül valahogy a rendszer elérje a perifériákat. Pont. Na most, ezen túlmenően, ez ugye eddig öt különböző fájltípus volt, még kétféle létezik. Ezekkel egyébként valószínűleg mindenki fog találkozni, legfeljebb nem szokták tudni, hogy ők mivel találkoznak. Az elsőt úgy hívják, hogy cső, ez egy egyirányú adatáramlást lehetővé tevő fájltípus. Azaz, van egy program, és amit akar, az beletömi egy csőbe, egy másik program meg ezt az adatot kiszedi. Pont. Ennyi. Jellegzetessége összességében csak annyi, hogy csak és kizárólag abban a sorrendben lehet kivenni az adatot, amilyen sorrendben beleírták. Nincs olyan, hogy jaj, elfelejtettem, visszamegyek érte. Nem. Ez ugye azt jelenti, hogy visszafele irányba kezdek olvasni, nem lehet. Jellegzetessége, hogy felhasználók zöme, majd hamarosan látható úgy módon, használ ilyen csövet, akkor is, ha nem tud róla. Kétféle van egyébként, névvel ellátott, ez annyit jelent, hogy egy LS listában látott, és névvel nem ellátott, névtelen. Világos? Nem látod az LS listában, csak valahogy ott van, és valahogy lehet kezelni. Másik
a socket típusú speciális fájl, ami megint egy olyan, hogy nem szeretném fordítani. Ez egy kétirányú adatáramlást lehetővé tevő eszköz. Tehát ketten kommunikálnak ugyanúgy, mint a csövön. Az egyik írja, a másik olvassa. Aztán a másik írja, és az egyik olvassa. Cső esetében ehhez két cső kéne. Socket esetében maga az egy darab csatlakozó, vagy nem tudom, minek fordítsa. Socket lehetővé teszi ezt a kétirányú áramlást. Vannak egyéb jellemzői is. Lényege ebből is kétféle van. Az egyiket úgy hívják, hogy Unix vagy Local Domain Socket. Magyarul talán úgy lehet fordítani, hogy gépen belüli kommunikációra szolgáló. A másikat úgy hívják, hogy Internet Domain Socket. Klasszikus megnyilvánulását te magad is használtad WinSock néven. Windows alatt is elérhető, és egyébként ezt használják akkor, amikor a hálózat egyik gépe és a hálózat másik gépe akar kommunikálni, mert tudom én, webböngésző, webszerver. Jellegzetessége pontosan ez, hogy olyan ember kevés van, aki mondjuk a lokális szoketet felhasználóként használná, de ezt az úgynevezett internet domain szoketet, ezt gyakorlatilag mindenki. Majdnem minden hálózati kommunikáció alapja az ilyen típusú szoket. Na most erről a két utóbbiról persze föl is írtam. Körülbelül ugye a lényeg, hogy tudjára van, hogy van ilyen. Azaz, ha szerencséd van, akkor láthatsz jegyes medvét, nem csak állatkertben, ha szerencséd van, szembe találkozhatsz egy lokál domain szokettel valahol a fájrendszerben. De különösebben sok dolgod nem lesz fel. Na most, és ugye az utolsó része, hogy amiről itt eddig beszéltünk, hogy kép, hang, videó, meg Excel tábla, LibreOffice által megcsinált, kalkból készített táblázat, meg PDF, meg izé, azok, lássuk be, valószínűleg mostantól már világosak, mind közönséges fájlok. Az összes többi fájltípusból, ugye egyet-kettőt a könyvtárakból mondtam, a többiről viszont nem nagyon. Na most, jó, mennyi az idő? Na jó, akkor én úgy gondolom, hogy két lehetőségem van. Vagy mindenkinek elrontom az étvágyát, és belemegyünk a jogosultságkezelésbe. De akkor az annyit tett, hogy későre lesz az ebéd. Vagy azt vállalom föl, hogy nem fogjátok megérteni. Szerintem ebédszünet. Mindenkit nagyon kérek, hogy ne egye magát a bucira, mert ehhez majd azért kell némi agyi kapacitás. Nem bonyolult, sokkal egyszerűbb, mint a Windows-é. Sokkal. Úgyhogy szerintem ebédszünet, folytassuk egy órakor. Te, mint látható, talán az egész tanulók legfontosabb részében.